A Pénz TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. Köszöntöm Önöket! A pénzügyminisztérium tervei szerint bizonyos korlátok mellett ismét adómentesen lehet majd elszámolni a reprezentációs költségeket, közölte Tállai András, a tárca politikai államtitkára. A minisztérium elképzelései szerint visszamenőleges hatállyal januártól a társasvállalkozások árbevételük 0,5%-áig, de maximum 2,5 millió forintig számolhatnák el adómentesen a reprezentációs költségeket. Az egyéni vállalkozóknál a határ szintén 0,5%, de maximum 100 000 forint lehet. A tervek szerint a közhasznú szervezeteknél a reprezentációs költségeket az árbevétel 10%-áig lehetne adómentesen elszámolni. A Dédászerti igazgatósága 7% osztalék kifizetését javasolja a tavalyi 4% után a társaság április 24-i közgyűlésén. A napi gazdaság értesülései szerint ez a 2 milliárd 362 millió forintos osztalék alap 88%-át jelenti. A 700 forintos osztalék 12,7%-os hozamnak felel meg. Holnap kezdődik a villamos szaknapok a Pécsi Egyetem Polák Mihály Műszaki Főiskolai karán. A háromnapos rendezvény mottója útban az elektronikus társadalom felé. A Nemzetközi Szakmai Tanácskozás csütörtöki plenáris ülésén a mobil távközlés jövőjével foglalkoznak. Április 1-től minden működési engedéllyel nem rendelkező szolgáltató iparos üzletét bezárathatják az önkormányzatok. Egy megváltozott kormányrendelet értelmében ugyanis ezeknek a vállalkozóknak regisztráltatniuk kell magukat a polgármesteri hivatalban. A megváltozott jogszabály csak Pécs városában több száz, esetleg ezer javító szolgáltató vállalkozót érint. Így műhelyükhöz működési engedélyt kell kérniük az órásoknak, cipészeknek és az ékszerjavítóknak is. Az a lényeges, hogy garázsban, alaksori tárolóhelyen nem folytathatják a tevékenységet, illetve akkor a működési engedély kiadását meg kell, hogy előzze egy építésügyi hatósági eljárás. A műhely átminősítésénél előny, ha valaki azt régóta használja. Lajs Tibor cipész 1989 óta dolgozik egy kertvárosi panelház alaksorában. A helyiség átminősítésére neki is szüksége van. Megtudtam az önkormányzatnál, hogy leegyszerűsíti az eljárást, hogy 10 éve ezen a helyen dolgozom. A szolgáltatóknak még másfél hetük van a működési engedély megszerzésére. Ennek hiányában április 1-től az önkormányzat akár be is záradhatja üzletüket. Az ECE üzletközpontok működésével kapcsolatban tartottak tájékoztató fórumot a Pécsi Kereskedelmi Központban. A német cég a Cinderi tömbben tervezi felépíteni a régió legnagyobb bevásárlóközpontját. A pécsi kereskedők a németországi útjukon tapasztaltakat osztották meg a rendezvény résztvevőivel. Ebben azok a kisfilmek is segítségükre voltak, amelyeket a Pécs TV munkatársai készítettek a német ECE üzletközpontokról. A téma súlyának megfelelően zsúfolásig megtelt a Pécsi Kereskedelmi Központ mélyföldszinti terme, ahol a német ECE befektető cég szakemberei és a nemrég Németországban járt pécsi kereskedő delegáció tagjai tartottak fórumot. Ezen elsőként a befektető cég ismertette terveit a várhatóan 2003-ban megnyíló Cinderi Tömbi bevásárlóközponttal kapcsolatban. A kétszintes, mintegy 20 000 négyzetméteres eladótérrel rendelkező központban 90 üzlet kap majd helyet. A március elején Németországban járt pécsi delegáció tagjai a hasonló külhoni bevásárlóközpontokban szerzett tapasztalataikról számoltak be. Ebből kiderült, szigorú szerződéses feltételek rögzítik az ECE és partnerei viszonyát. A német tulajdonosok arra törekszenek, hogy a néhány több ezer négyzetméteres úgynevezett mágnes áruház mellett több kisebb üzletnek is adjanak helyet. A tájékoztatóból kiderült, hogy a nagyszabású projekt megvalósítása után várhatóan teljesen megváltozik a város kereskedelme, nem csak a belvárosban, hanem a perem területeken is. A kereskedők kérdéseire adott válaszokból a jelenlévők megtudhatták, hogy a német tulajdonosok hosszú távú befektetést terveznek, így az első 10 évben alacsony megtérüléssel számolnak. A bevásárlóközpontban a nyugati mintákhoz hasonlóan rögzítik az egyes üzlettípusok arányát, így biztosítva a változatos kínálatot.
A leendő partnerek kiválasztásában az üzlet profilja és termékválasztéka mellett az egyedisége és az üzleti terv alapján várható forgalma válhat a legfőbb szemponttá. A fórum legfontosabb kérdése a várható bérleti díjak mértéke volt. Fontos az, hogy az a hely mennyi árbevételt hoz, hogy ez arányos lesz valószínű. Ezt el is mondták végül is, hogy árbevétel arányos. Tehát akkor ezt én reálisnak tartom teljesen. Csak egy alap négyzetmértet nem bántott volna olyan szempontból mondani, hogy megvannak a százalékok, hogy oszlik meg a különböző struktúrájú üzletek. Most ha ezek is megvannak, nagyon sok minden adott, akkor egy alap átlagot ugyanúgy lehetett volna számolni, és akkor az emberek egy kicsit nyugodtabbak lettek volna. Tudom, hogy az előrelépésünk záloga, hogy belépjünk egy ilyen áruházba, meg fogjuk tenni ezt a lépést, ha a feltételek megfelelők lesznek, az anyagi feltételekre gondolok. Éppen ezek az anyagi feltételek nem derültek most ki a mai délutánon. Hiányzik ez az információ, ez az adat? Elméletileg hiányzik az az információ, de tudom azt, hogy ezt gondolom cégenként mindegyikkel külön-külön leülve egyénes szabott bérleti feltételeket próbálnak kialakítani. Hallottuk ezt, Németországban is ugyanígy csinálták. Hát én úgy gondolom, nem tartozik a nagy nyilvánosság elé az, hogy mindenkivel vita. Tudjuk, hogy nem egyformák lesznek a feltételek, ezt nyilvánosságra hozzák. Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mennyi lesz a bérleti díj, akkor csak azt tudom válaszolni, hogy ennek mértéke az üzlet alapterületétől és fajtájától függ majd. Más lesz a bérleti díj egy divatáru és egy ékszerbolt esetében. Tudni kell, hogy a forintban fizetendő bérleti díj két részből áll, egy alapdíjból és egy forgalom utáni díjból. Mivel a partnereinkkel 10 éves bérleti szerződést kötünk, annak lejártáig nem lesz változás, megtartjuk a díjak értékét. A fórum résztvevői a terület beépítési tervére is kíváncsiak voltak. Kiderült, hogy egy csaknem 900 parkolóhelyes mélygarázs és egy 5000 négyzetméteres közpark is helyet kap a majdani bevásárlóközpontban. A fórumon azonban maradtak megválaszolatlan kérdések is. A beruházásról mindent megtudtunk, amit tudni kell. Egy, ami engem nagyon bosszant, hogy nem tudtam már megkérdezni, hogy mi lesz azzal, aki ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni. És az összes kereskedő, a város többi részével, ha minden ebbe a vonzás körzetbe összpontosul, akkor mi lesz azokkal, akik nem mennek oda, akik Pécs városának lakóinak a kereskedőik, akik fizetik az iparőzési adót évtizedek óta, azok mit csinálnak? Nem kapunk rá tanácsot, hogy lehet ezt marketingileg megoldani esetleg, hogy velünk mi lesz, ha nem megyünk be. Ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés. Mi hosszú távra jöttünk a városba, itt fogunk élni, ezért együtt kell működni a várossal és annak lakóival. Beruházásunkkal érdekessévé teszünk Pécs városát, és ebből azok a kereskedők is profitálnak majd, akik nem lettek partnereink, hiszen az új bevásárlóközpont jelentős forgalomgeneráló hatással bír majd. A fórum zárásaként a megjelentek megegyeztek abban, hogy fél évenként hasonló rendezvényen tisztázzák az időközben felmerült kérdéseket. Gazdasági hírműsorunkat a Mérleget látták. Gazdasági információkat teletextünk 260. oldalán és internetes honlapunkon is olvashatnak. Kérdéseiket szerkesztőségünk képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában, a híradó után.